Nem baj, gyerekek, eléggé közel voltunk a célhoz. Ó! Hallod? Assza minden, itt mekkorát repültem. Itt vagyok, háó. Ez nagyon asszaszinos volt, gyerekek. Ez durva volt. Ilyet szeretnék még. Üdvözlöm mindenkit, én Vasszabbi vagyok, és ez itt a következő Cluster Truck videóm, ami egyébként nagy valószínűséggel az utolsó is, mert ezt a pályát nem csináltuk már meg? Tehát, hogy nem ezzel fejeztük be? Hát én igazából csak beléptem a játékba és rányomtam a Continue gombra, de ez nekem nagyon ismerős pálya, úgyhogy igazából ezt megcsináltuk, de nem baj, akkor gyorsan túl leszünk rajta ismét. Legutóbb is ilyen könnyű volt, ugye? Tehát, hogy nagyon, ügyesen, egy másikat, már is elrontottuk. Tehát, hogy a lényeg, hogy nagy eséllyel, szinte 100%-os eséllyel ez a legutolsó Cluster Truck epizód, mert mondtam ugye, hogy eléggé kevés pálya van abban a verzióban, ami nekem most éppen van, és hát akkor úgy nagyjából a végére érünk lassacskán. Tehát, hogy valaki mintha írt volna egy ilyen random számot, valamilyen hetet, vagy valami ilyesmit, és hogyha az tényleg igaz, hogy annyi pálya volt akkor már csak hátra, akkor szerintem nagyjából kettő van hátra most már, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen rövidebb videó lesz. Bár hogyha mondjuk az utolsó pályáknál vagyunk, akkor azok biztos durvák, úgyhogy igazából könnyen lehet, hogy el fog telleni egy kis időben, mielőtt én itt tovább jutok, de igazából mondom, lehet ezt a pályát megcsináltam, de mindegy. Most megvan, nem volt olyan hosszú, úgyhogy annyira nem bánom akkor is, hogyha újra meg kellett csinálnom. Nézzük következőt, most nem mindig ilyen városban leszünk, tehát lehet, hogy amiatt volt ismerős, csak mert a táj az ilyen volt. Ó, hallod? Felnyílt a padló. Oké, itt még nem voltunk, az biztos, erre nem emlékszem, tehát hogy wow, és én honnan tudja, hogy mikor is hol nyílik fel, micsoda? Tehát, hogy eléggé randomnak tűnik egyelőre a dolog, és valaki nem kapott el egyik kamion se. Igazából amikor így nagy nehezen sodródok a levegőbe, és így kapkodok a kamionok után, mindig olyan érzésem van, amit el kéne kapniuk, és így imádkozok, hogy valaki nyúljon értem. Na, pont mondtam volna, hogy eléggé kis fix kamion sikerült találni, de rögtön felborult, úgyhogy nagyon jó. Előbb azt vettem észre, hogy valahogy átmentem az egyik padló részen, ami följött, és az se volt túl kellemes. Ez nagyon random pályának tűnik igazából, tehát hogy nem is látom, hogy mikor fog melyik feljönni, bár mondjuk most egyik sem jött fel, és mégis leestem, úgyhogy erről ne beszéljünk többet. Szépen itt vagyok, gyerekek, szépen itt vagyok! Még élek valahogy! Hosszát vettem a lassítás, a gyerekek! Történelmi pillanat, hasznos volt a lassítás! Milyen magasan vagyok, nem, legalább ki tudok PC-zni egy tök jó kis kamiont, hogy mellé essek. Tehát, hogy az is egy megoldás, gyerekek, ki lehet választani egy kamiont, csak hogy mellé essél. Valaki biztos szereti azt csinálni. Én annyira nem, de mégis megtörténik velem. Hol van minden kamion? Tehát, hogy mögöttem is fél méterre van 30 kamion, előttem is fél méterre, de alattam egy se, úgyhogy nem igazán tudom, hogy sikerült összehozni, mert tényleg úgy minden kamion egybe indul, úgyhogy nem tudom, mi lett ez a hatalmas rés ott az egészben. Hello? Itt még szeretnék tovább élni valahogy. Tehát, hogy olyan van egyáltalán, hogy egyetlen kamion se jut el a célig. Tehát, hogy most például elég kevés kamiont láttam, hogy úgy egyenesen tovább ment volna, és szerintem egy idő után ők is meghalnak, úgyhogy ez igazából egy jó kérdés, hogy vajon van-e olyan lehetőség, hogy egyik kamion se illik túl. Tehát, hogy az mondjuk elég szívás. Hogyha nincs hal, ó, úr is! Én is ilyen magas, itt vagyok ilyen magasan, annyira mondjuk nem, de az a kamion milyen magasra repült már, hallod? Az hogy kell, én is akarom. Előbb már láttam a célt, úgyhogy mindjárt ott lesz, mindjárt kiburkolózik a ködből. Nem látszik annyira, de ott van, oké, látjátok, gyerekek. Tehát, hogy a lényeg, hogy ez nem egy ilyen nagyon hosszú pálya, eléggé rövidnek mondható egyébként, de valahogy mégis ilyen nagyon nehéz, mert azt a mindenit, orcomba csapta azt a kamiont, az mondjuk a valóságban eléggé rosszul esett volna. Tehát, hogy ez egyáltalán nem egy hosszú pálya, az pont följön, nem baj, hagyj, oké, köszönöm szépen. Ez most elég jónak tűnik, ne roncsátok el! Kikapták alulam a kamiont, már megint átmentünk már azon a akadályon, de valahogy nem tudom, még a hátulját elkapta, gondolom, de miért nem lehet itt nyugodtan átmenni? Tehát, hogy annyira jó lenni mindenkinek. Tök jó. Egyre gyakrabban előfordul, hogy szépen beesek két kamion közé, és úgy egyiket sérem el. Tehát, hogy el kell döntenem, hogy mi történik. Ajaj. Nem vagy, hello. Ilyen már fordult elő, hogy egy másik kamion felmászott az én helyemre, de itt én utazom, jó? Tehát ezt tartsuk tiszteletben, lehet. Oké, meg lehet, ne lassulj le, úgy, ennyi. Ott az utolsó csapda. Beugrottam a célba, gyerekek, hát ez így lehet teljesíteni, szerintem egyetlen kamion nem éri túl. Nézzük, ha egy is túléli, akkor ez itt el fog menni. A kamionok mindig itt tovább mennek a kamerától függetlenül, úgyhogy látjátok, egyik se jut be.
Nincs nyertes kamion, szerintem a legutolsó is felrobbant, meg felborult, meg leesett, úgyhogy igazából jól csináltam, jó? Tehát ugye elégedett vagyok magammal. Nézzük, hogy itt pontosan mit kell csinálni, itt itt kombinálták a hármat, oké, tehát vannak ilyen húskloffolók, vannak ilyen hatalmas oldalról jövő húskloffolók, meg ilyen földi cuccok is, úgyhogy... Hát ha az előző pályáin nagyon sokáig tartott, akkor ez meddig fog? Tehát, hogy mind a kettővel külön szívtam egy rakás időt, egy rakás percet is, együtt vannak most, úgyhogy ez egy dupla idő lesz, tehát hogy én maradok a kamionon, köszönöm szépen a lehetőség. Jó, köszönöm tényleg a lehetőséget, tehát hogy így sem nagyon látok egy kamiont, ami ő túlélné, tehát hogy minden robban, borul, leesik, nézzétek meg. Melyik kamion éli túl egyáltalán? Mutassatok egyet. Nem baj, én még itt egyelőre próbálok túlélni, de... Tehát, igazából teljesen felesleges volt ott életben maradni, mert egyetlen kamion nem maradt a környezetemben, ami túlélte volna, úgyhogy halló, én szeretnék túlélni. De ez nem túl könnyű ebben a játékban, szerintem mindenki látta már, aki legalább egy videót megnézett erről a játékról. Na, gyerekek, rekord! Ez már majdnem rekord volt, itt egy kamion, ami túlélte valahogy. Oké, új rekord, új, ott a cél. Milyen rövid pálya ez is, de mégis milyen rohadt nehéz. Meg lesz. Mit csinálsz előttem, lévő ott volt! Simán bevitt volna az a kamion a célba, de ott volt előttem egy random kisiklott AFK kamion, vagy nem tudom, nem veszetett valamiért, és nem tudtunk elmenni miatt. Tehát, hogy annyira buták ezek a sofőrök, és úgy mennek előre, és sem, nem is gondolkodnak. Tehát, hogy úristen. Na, te egy fix kamion vagy, nem sokáig, úgyhogy azt hiszem, Máté jövök ide valahova. Úgy. Nagyon jó vagy, zseniális. Nem baj, gyerekek, eléggé közel voltunk a célhoz. Hallod? Assza, minden itt mekkorát repültem. Itt vagyok, hello. Ez olyan asszaszinos volt, gyerekek, ez durva volt. Ilyet szeretnék még. Tehát, hogy amikor az ember úgy meglátja elég közelről a szélet, akkor kap egy ilyen adrenalin löketet, most már meghaltam. Tehát ilyenkor kap az ember egy ilyen adrenalin löketet, meg egy ilyen kedvet, hogy így ez az, mindjárt ben voltam a célba, akkor legközelebb össze fog jönni, ami persze nem lesz így, tehát hogy nem legközelebb fog összejönni, de akkor is az ember kap ezért egy kedvet, hogy így tovább próbálkozzon, úgyhogy nem volt rossz az, hogy eljutottam a cél közelébe. Hello? Oké, egyelőre még valahogy túlélek, de megint borul minden, amit felrobbant a kamion, láttátok? El is tűnt egy kamionon, hogy itt még nem is láttam egyik pályán se, hogy konkrétan eltűnt volna egy kamion és felrobbant volna darabokra, tehát hogy az eltűnt. Nem viccel, gyerek, láttátok? Eltűnt, úgyhogy egyre durvább dolgok történnek ebben a játékban, tehát hogy... Én már nem is teljesen értem, hogy mik történik itt pontosan. Azt mondjuk értem, hogy mindig leesek, és mondjuk úgy az esetek 50-60-70%-ában az én hibám miatt, de én ezen dolgozom, gyerek. Én ezen próbálom. Gondoltam, úgy sem fog elérni idáig, de igazából ezt nem tudom, miért gondoltam, mert semmi okom nem volt rá, de... Hello? Ajajaj. Ilyen cápa módjára feltörnek a kamionok az égbe, és így... Ez nem is szápa, hanem az a delfin, ami kiugrik a vízből, aztán így vissza, tudjátok, ilyen kis félkörévesen. Tehát, hogy nagyjából úgy néznek ki néha ezek a kamionok, nem mindig, de néha úgy ez jut eszembe róluk, úgyhogy ez így említésre méltónak tartottam. Jó, megint dobott rajtam egy kamion, közel sem akkorát, mint előbb az asszaszinos, de akkor is jó volt, úgyhogy én mindenki segítséget meghalálok a kamionoknak. Nem tudom hogy, de hálás vagyok értük. Hello? Ott még azt szeretném elérni. Ez eléggé reménytelen volt, úgyhogy... Hát ez eléggé szívás. Mi lenne, hogyha előre sietik? Tehát, hogy tényleg eléggé hátul maradtam végig? Hol mi történt? Benne pattogtam a kerekei között a kamionnak, vagy nem tudom igazából, de... Eléggé viccesen nézett ki, úgyhogy mi lenne, hogy nagyon sietnék előre? Az nem segített a helyzetemben esetleg? Tehát nem, úgy tűnik nem. Vagy igazából lehet, hogy ilyen kombináltan kell sietni, tehát néha sietsz, de aztán, hogyha látod, hogy várni kell, akkor várni kell. Ez igazából elég könnyűnek hangzik így mondva, de azért nem ennyire egyszerű a valóságban. Már nem volt lassításom, sem annyit használom, hogy már el is vagy a lassításom lassan, tehát hogy... Oh. Egyébként a játék végleges verziójában, ami Steam-el lesz és fizetős lesz egyébként, ha jól tudom, akkor az lesz, akkor lesznek a lassítás helyett ilyen különböző képességek. Tehát, hogy a menüben már benne vannak, de nyilván még nincsenek benne a játékban, tehát ilyen, lesz ilyen jetpack, meg ilyesmi, úgyhogy igazából szerintem én ezt meg fogom venni Steam-on, hogyha majd kijön a játék, mert hát igazából most csak egy pár pályát tudtam játszani, és eléggé fán kis játéknak tűnik, úgyhogy
szerintem úgy megéri majd. Igazából attól függ, hogy mennyibe kerül, mert azért valljuk be, azért egy ilyen 20 eurót, vagy ilyen 30-at nem fizetnénk ezzel a játékra, ez egy ilyen kis 10 eurós játéknak elmegy egyébként, tehát hogy annyira én megvenném szerintem Steamen, és akkor kipróbálom, meg csinálok még videókat róla, még többet, meg kipróbálom a többi szuper képességet, de az még egy időgyerekek is, addig még mondjuk ezen a pályán túl kéne jutni, mert hát addig nem nagyon van semmi, meg én repültem egy asszaszinosat, vagy jó, hello, nem elég a lassítás gyerekek, tehát egy. Jól látom a menüben, akkor lehet majd fejleszteni is, vagy valahogy upgrade-olni a különböző képességeket is, úgyhogy remélem majd lehet fejleszteni arra, hogy tovább tartson, vagy valamilyen módon jobb legyen ez a lassítás, mert ez így annyira nem hasznos a legtöbb szituációban, de új rekord, gyerekek, új rekord, itt vagyok, ne borulj fel, kérlek szépen. Oké, itt vagyok. Hello? Gyerekek, nem élte túl egy kamion se? Ilyenkor mi van? De egybe jutott, azt hiszem. Mit tudom, messzeségben látnék egyet vagy kettőt, de hát mind. Itt még jön egy, vállalkozó szellemi kamion. Menjél előre! Hát ennek igazából nem sok értelme van, mert hát ez ennyi volt innentől. Tehát, hát akkor öngyilkos leszek. Ezt még tényleg szívás, hogy elfogynak a kamionok. Tehát, hogy nem vagyok biztos benne, de mintha láttam volna egyet vagy kettőt úgy beérni a célba, mondjuk ugye messzeségbe menni, de mondom, nem biztos ez, úgyhogy igazából lehetséges, hogy egyetlen kamion sem jutott be abban a körben a célban, úgyhogy az igazából nem az én hibám, hogyha akkor nem jutok be, tehát hogy akkor nem az én hibám, aki nem kapta el a kamion hátsóját. Új rekord, gyerekek, itt még nem jártunk, vagy már jártunk, de nyugi, koncentráljuk, meg annyira random lassul be, meg gyorsul fel az idő, hogy mindig beesek kettő kamion közé, de ez itt nem jó, gyerekek. Ez itt nem annyira működik, tehát hogy jaj. Nem baj, most szépen. Mint pattottam meg ott? Tehát hogy én már vártam, hogy meghalljak, de valahogy még pattantam egyet, és eléggé meglepődtem rajta, de lehet, hogy várjál. Amikor én nagyon nagyot repülök, akkor lehet, hogy nem is a kamion dob meg, hanem ezek a kis pallók. Tehát hogy lehet, hogy ezekre így föl lehet állni? Hát ez nem pont így jött össze, de nem pont így gondoltam, de értitek, mire gondolok. Tehát lehet, hogy néha random összejött, hogy pont megpattanok rajtuk, amíg az eléggé fáj meg minden, de mondjuk eléggé pontosnak kell lenni hozzá, úgyhogy nem hiszem, hogy tudnám csak úgy direkt csinálni az egészet. Ne kapd el a kamiont, amin vagyok, köszönöm szépen a lehetőséget. Aj, mióta szívunk ezen a pályán már, tehát hogy ennek nem szabad, igazából lehet, hogy úgy van tervezve, hogy pont ilyen sok időig tartson, de nem szeretném, hogy ilyen sok időig tartson ez a pályát, tehát hogy nem, elég lenne kevesebb is. Oké, most eléggé fix kamion vagyok, ne bánsdok, ó, köszönöm szép. Mi történt? Tehát, hogy hátra néztem, minden rendben volt, előre néztem, és már csak úgy repült minden, meg a kamion szaltózott, úgyhogy wow. Itt azért történnek néha ilyen kis meglepő dolgok, de én nem adom fel, gyerekek, én tovább próbálkozok, akkor is, hogyha folyton meghalok, és most is. Aj. Igazából így belegondolva lehet, hogy nagyon kevés pálya van hátra, de lehet, hogy akkor se ez lesz a legutolsó epizód, tehát lehet, hogy még bőven lesz itt epizód, mert amennyit én szívok ezeken a pályákon. Na, egy kamion. Leszakadt a kamionnak az eleje meg a hátsója, szétszakadt, láttátok? Az mennyire durva már, ne. Jaj. Ez nagyon hosszú lesz. Hát gyerekek, ebben a körben 100%-ig biztos vagyok benne, hogy egyetlen kamion nem jutott be. Jönnek még? Vagy ennyi volt? Hát igazából itt vagyok a cél előtt, és nem hiszem, hogy be tudok innen ugrani, de hát nincs jobb ötletem, úgyhogy próbáljuk meg! Én tényleg nem gondoltam volna, hogy eddig el tudok ugrani. Oké, elfogadom, tehát hogy ennyi. Ennyi volt a pálya. Egész játék. 45 perc alatt végigvittem a játékot. Ez igazából nem hiszem, tehát hogy a videók is hosszabbak szerintem, de hát mindegy, gyerekek. Én jó időt futottam, nem? Tehát hogy annyit azért nem szívtam egyik pályán se. Remélhetőleg, tehát hogy oké. Hát mindegy, akkor ennyi lett volna. Szóval a játék, amit mondtam, szerintem, hogyha majd megjelenik, akkor ezt megveszem is, lesznek még belőle videók, mert eléggé fán vele játszani. Hát ennyi lett volna az a videó, remélem tetszett. Sziasztok! Tehát ez a kis érdekes lódóút az egy törnyőből, a sticky jumperből, meg egy random közelalatti fegyverből áll innen, most éppen a serpenyő, úgyhogy igazából az teljesen mindegy, hogy micsoda. És az egésznek annyi lenne a lényeg, hogy szépen felugrok, és berepülök az ellenséges vonalak mögé, és random ugyanazon embereket lecsapkodok. Itt az a scout, figyelj!